Reméli fogja elvégezni ezt a szögletet is. Vaskó megint ott van bent a sűrűben. De nem csak ő, hanem Pavlov is, Novák is és Mányrekár. Ők négyen vannak a Vasasból bent a 16-oson belül. Vaskó! Ott a következő! 3-1, Vaskó a második fejes gólját szerzi. És ezzel minden eldőlt. Ez az elképesztő fordulat itt a meccs végén, 88. perc. Vaskó 3 percen belül 2 gólt szerez. A Debrecen összeomlott. Egy kupacban a Vasas játékosok, elképesztő kép. Mind a 10 játékos egymáson. És mindenki Vaskót ölelgeti. Hát megint csak Remili adja a gólpaszt, és Vaskóról ezúttal Mészáros maradt le. És ugyanoda a jobb alsóba. Hát egyértelműen Vaskó a meccs embere. 2 gólpaszt ad Remili, Vaskó pedig 2 gólt fejel szögletből. Itt van, ahogy egymásra borul, mind a 10 játékos megérkezik. Egy fantasztikus kép, nagyon fölszakadt most a Vasas játékosokból ez a sok-sok feszültség.